tenkes lábánál fekvő Siklós a hegy térségének kulturális központja. Bármikor látogatunk ide, biztosak lehetünk benne, hogy megtaláljuk a számunkra megfelelő programot. A vár kapuja szinte egész évben nyitva áll előttünk, ahol a történelmi látnivalókon András vezet végig bennünket. Így van, és ma is nagyon érdekes programokkal készültünk a számodra. Menjünk is! A Siklósi vár az ország egyik legjobb állapotában fennmaradt várkastélya. 2009 és 2011 között felújításon esett át, illetve egy látogatóközpontot is kialakítottak itt. A vár számtalan kulturális rendezvénynek ad otthont, de állandó kiállítások és programok közül is válogathatunk. Ilyen például a szabóság is, ahol egy-egy ruhadarab felpróbálásával a múltba repíthetjük magunkat. Azt hiszem, ez lett a kedvencem. Nagyon jó, akkor folytathatjuk is tovább. A vár többi részét ebben a ruhában tekintheted meg. Na ne! Jó, csak vicceltem. Mi lesz a következő állomás? Ó, rengeteg program közül választhatsz. Börtön, szégyenketrec, kínzókamra, bormúzum, középkori gyilokszerszámok, boszorkányház, és lehet szappanfüzért fűzni is. Akkor inkább azt választanám. Akkor arra. Oké. Bár érdekesen hangzott András ajánlata, egy kellemes kézműves foglalkozás most vonzóbbnak tűnik számomra. Ilyen fűtélt fogunk elkészíteni, az a lényeg, hogy a sorrendet tudjuk tartani. Gyönyörű lett. De finom az illata. És ha már az illatoknál járunk. Nem messze a vártól találjuk a Mária Gyüdi levendulás házat, aki erre téved hatalmas lila tengerben mártózhat meg. Ha nem csak a látványban szeretnénk gyönyörködni, akár meg is kóstolhatjuk a csodaszép növényeket. Szörp vagy lekvár formájában. Fontos, hogy egy hosszú nyári kirándulás alkalmával gondoskodjunk a megfelelő folyadékpótlásról.